Sziasztok, közöntök mindenkit, én Csibu vagyok, ezúttal is boldog új évet kívánok mindannyiótoknak társas gazdag, kellemes esztendőt, és hogyha már társas játékozás, akkor legyen most egy hosszabb véleményem, bemutatóm, illetve kritikám a Düne Imperium játékról, mely az elmúlt év végén jelent meg, és nagyon vártuk, hogy mit fog hozni, hiszen nagyon szeretjük a társaságunkban magát a Düne Univerzumot, minden, mindent, ami könyvben megjelent róla, mindent, ami PC játék volt, azt nem feltétlenül mondom, hogy mindent, ami film is volt, de azért az is hozzátett egy picit az érzéshez. Úgyhogy mielőtt megvásároljuk, gondoltuk, hogy kipróbáljuk Tabletop szimulátorban, és én is így mutatom be nektek, most az elején egy kicsit objektívabban, aztán pedig a végén majd értékelem is. A játék egy nagyon érdekes worker placement, és paklépítő mechanizmus keverék. Mindenki a játék elején választani fog egy házhoz tartozó karaktert. Négy ház van, vannak a Harkonnenek, vannak a Richies-klánból valók, ami, megmondom őszintén, számomra nem mondott túl sok mindent, aztán itt vannak az Atreidesek, valamint a szintén számomra ismeretlenebből csengő Torvádiak. Minden házból két karakter van, a most látott négy, illetve itt fenn látható a másik négy, akiket választhatunk, a pöttya nevük mellett mutatja meg azt, hogy mennyire összetett velük a játék. Ezért érdemes az elején mindenkinek az egypöttyeseket választani, bár a végén megnézve egyébként nincs annyira nagy mélysége, mint amennyire gondolnánk, hogy, hogy lesz, hogyha majd másik karakterrel vagyunk. Mindenki kap egy tízlapos kezdőpaklit, és ez teljesen megegyező minden játékosnál. Azaz, mindenkinél lesz majd egy Diplomacy kártya, lesz majd Convincing Argument kártya, Seek Lies kártya, dagger, és így tovább. Van, amiből kettő, és van, amiből csak egy. Ezek alkotják a kezdő paklinkat. Ezt megkeverjük, húzunk belőle majd minden kör elején öt darab kártyát, és ez az öt kártya határozza meg azt, hogy mit csinálhatunk az adott körben. Már most egyébként ráutalnék arra, hogy mi a legfőbb problémám a játékkal, de majd lehet, hogy ezt ti is észreveszitek, az pedig az, hogy a Düne univerzumot nem igazán hozza elénk. Bár a kártya grafikák gyönyörű szépek, viszont nincsenek igazán egyedi képességek. Egyetlen egyedi képesség az a passzív képesség, ami van minden egyes karakternek, valamint a gyűrűhöz tartozó egyszeri képesség, amikor a szignet Ring gyűrűt kijátszuk, akkor azt is aktiváljuk. Tehát valaki kap majd egy pénzt, van, aki majd feltesz kockákat a csatába, van, aki majd kap egy fűszert, van, aki pedig majd kap influenzt, hogyha bead fűszert, vagy éppen, hogyha az egyszerű batreid ezt hozom, akkor húz egy saját újabb kártyát a kezébe, így most már öt helyett hat lesz a kezében, bár ugye kiátszotta a gyűrűt, tehát ismét csak öt lesz a kezében és nem egyediek a lapok, tehát igazából mindegy majd a játék során, hogy melyik házzal vagy. Az is mindegy, hogy melyik szint választott hozzá, tehát ez most csak így lett kirandomozva a játék elején. Úgyhogy maga a univerzumban lévő egyediség itt jóval kevésbé jelenik meg, mint mondjuk a korábbi dűne játékokban. Na hát megvan a 10 kártyánk, felhúzunk belőle, most én itt sáfölözök, és felhúzok belőle ötöt. Igen, nem ültem még be, beülök a kék színhez, mondjuk, és akkor innen húzok öt lapot. Itt látszódnak a lapjaim. Amikor rám kerül a sor, akkor kiátszok egy kártyát, és az azon látható baloldali ikonoknak megfelelően felteszem az egyik munkásomat a táblára. A táblát, hogyha megnézzük, akkor különböző munkás helyeket látunk. Minden ilyen négyzet hely, az egy-egy, vagy téglalap hely az egy-egy munkásnak ad lehetőséget oda menni, tehát egymás elől elfoglaljuk a helyeket. Összesen van a baloldali sávon 8 mező, van a fenti councilban összesen 5 mező, van itt 2 mező, valamint a bolygó felszínén van 4 plusz 3 mező, amire lehet menni. Most mivel egy Reconnaissance lapot játszottam ki, ezért azokra a helyekre tudok menni, aminek a bal felső sarkában lila karika látható, vagy kék karika látható. Jelen esetben tehát négy mezőt tudok választani. Viszont van egy olyan hely, ahol a fremenekkel szövetségben kell lenni, vagy legalábbis két influencnek kell lennie az ő sávjukon, ami kezdésnek nincs meg, <coughs> bocsánat, úgyhogy marad a Research Station, a Kártág és az Arrakin. Ezekre tehetem le saját ügynökömet, és a jobb oldalon látható jutalmat kapom megérte hogy ha van itt például két vízcsap, akkor itt most két vízcseppet is be kellett volna fizetnem, hogy húzzak három lapot. Itt most kapok egy intrika kártyát, amik nagyon izgalmasak, nagyon érdekes lapok, viszont nagyon nagy a szórás a képességeik között, illetve hozhatok egy kockát a csatába, itt pedig egy kockát a csatába és egy lapot húzhatok. Egyébként itt vannak az intrika kártyák, ezek között három típusú lap van, nagyon kevés, csak kettő-három lap van, ami a játék végén plusz győzelmi pontot ad, nagyon sok plotkártya van, amit bármikor kiátszhatunk, és az ad valami egyszeri bónuszt. És vannak piros kombatkártyák, amik pedig majd a csatában adnak plusz haderőt. A játékot az fogja megnyerni, aki a játék végén a legtöbb győzelmi pontot szerezte. Ezen a sávon fogjuk ezt jelölni. A tízes azért van már kiemelve, mert hogyha 10 ponthoz elér valaki, akkor azzal a játék vége is majd meg fog történni abban a körben, amikor valaki elér 10 pontot, és akkor megnézzük, hogy ki hogy áll a kör végén. Hogyha ez nem történik meg egyébként, akkor 10 körből áll a játék, tehát a tizedik kör végén mindenképpen aki legelőbb van a sávon, az megnyeri a játékot, döntetlen esetén pedig akinek több mindenféle nyers anyaga van. Na hát most ide elmentem, megkapom a jutalmat, és én a következő játékos, ő is kiátszik egy lapot, amilyen ikon van rajta, oda elküldi a figuráját, befizeti, amit be kell, megkapja ért, amit megkaphat, és ez mind addig megy, amíg minden figuránkat fel nem tettük, vagy a, esetleg, hogyha valaki hamarabb passzol, akkor ő már hamarabb befejezi a körét, de azért ez elég ritka esemény, de azért megtörténhet majd. Ugyanis, és akkor most feltételezzük, hogy a kék játékos még egy lapot kiátszott, kiátszotta ezt a lapot is, ez a Seek Lies, ezt utána el kell dobni a játékból, Trash Discard, miután kiátszottuk, viszont bal oldalon a négy cégnél ad lehetőséget, hogy bármelyik mezőre mehetünk, nyilván kifizetve a hozzátartozó tartozó költséget, hogyha van neki. Mondjuk mi most kiválasztjuk, ezt kiátszottuk, és akkor kiátszom hozzá az ügynökömet, amit leteszek ide, és akkor húzok egy intrikakártyát, és akinek négy vagy több kártyája van, az átad nekem egy lapot, hát ilyen a mi játékunkban egyszer sem fordult elő. Ezen kívül, ami még itt a fő jutalom szerintem nem is az, amit ad a helyszín, hanem az, hogy mivel most elmentem a Bene helyszínhez, ezért az azon a sávon lévő kockámat egyel följebb tolom, ezzel jelzem, hogy náluk nőtt a befolyásom. És hogyha elérek erre a pontra, akkor kapok egy győzelmi pontot, aki pedig leghamarabb eléri de föntre, az megszerzi ezt a korongot, ez szintén ad egy győzelmi pontot, ad egy egyszeri jutalmat, de aztán más elveheti tőle, hogyha fölé lép, akkor átveszi majd a piros a kéktől, hogy a kék aztán megint belőzi a pirosat, akkor megtartja, döntetlen esetén pedig a legutóbbi játékosnál marad a korong, tehát hogyha valaki fönt marad, akkor ő fixen azzal a győzelmi ponttal, rendelkezik, így akár 8 pontot is össze lehet gyűjteni. Ez az egyik mód, amivel győzelmi pontokat gyűjthetünk, a másik kettőről pedig majd egy kicsit később. Tehát most kiátszottam két lapot, megy a dobópakliba, és amikor mindenki passzolt, most én is passzolásra kényszerülök, akkor kiátszom a maradék összes kártyámat a kezemből. Ez szerintem egy nagyon jó uh, mechanika, és a kártyának a kék sávján látható jutalmakat begyűjtöm. Jelen esetben ez a jutalom az, összeadva ezeket a rombuszokat, hogy négyért vásárolhatok a közös készletből. A közös készletben van három állandóan meglévő lap, kettőbe kerül az Arrakis Fremen lap, kilencbe kerül a fűszernek folynia kell, vagy uh, The Spice Must Flow kártya, illetve ez a Fold Space, amit viszont nem lehet megvásárolni, hanem majd az egyik cégnél lehet megszerezni itt a Fold Space mezőnél, és egyszer használatos, de minden ikon van rajta. És akkor itt már látjátok is, hogy a második lehetőség, amivel egy győzelmi pont szerezhető, az ez a kártya, hogyha kis kukacoskát veszünk, 9 kerül, tehát elég drága, nehéz összehozni, de utána ez belekerül a paklingba, és azonnal kapunk egy győzelmi pontot. Csak egyszer, tehát ki hiába húzott ki majd később a paklitból, akkor már nem ad. Ezen kívül nem csak ezekből az állandó ugyanolyan kártyákból vehetünk, hanem van egy impérium sor, most megkeverem ezt az impérium paklit, ami szerintem a játék lényegi részét adja, és ezekből kipakolunk mindig feltöltve ötre, és a jobb felső sarkukban látható pontért vásárolhatjuk meg ezeket a lapokat. Van, amelyik nem ad oldalt ikont, van például az a Space Travel, ami majd egy céghez Biztosít hozzáférést, génmanipuláció, ami a zöld és a kék helyszínekhez, és így tovább. Tehát már eleve figyeljük az ikonokat, figyeljük azt, hogy a kiátszás akkor milyen egyéb bónuszt ad. Itt például treserhetünk lapot, ami elég fontos ebben a játékban. Top több, több sereget vihetünk csatába, illetve hogyha meghagyjuk a kezünkben, akkor majd milyen egyéb bónuszt ad a lap. És akkor ennek megfelelően vásárolunk. Most ugye volt összesen négy pontom, ami megmaradt úgyhogy nem a hármast veszem el, de ezt a hármast elveszem, beteszem a dobópakliba, egyből kiteszünk egy újat, ez egy ötös lap, majd a hármas után elveszem még ezt a kis egyest, azok jól kombózhatnak szerintem majd együtt. És jön a következő játékos, aki kiátsza a kezéből az összes megmaradt lapját, és a kék sávon látható ikonokat végrehajtja róla és ez így megy végig. Ezért jó például a resource Station, ahol húzol három új lapot, mert sokkal több kártyát tudsz majd kiátszani, hiába csak két munkásod van. És így sokkal több tudsz majd vásárolni, tehát jobb lap érkezik a paklitba elméletileg, és akkor a, amikor visszakeverődik a, a pakli, a húzó pakliba, akkor kihúzhatod azt a lapot, és majd használod. Tehát ez egy klasszikus paklépítős mechanizmus, semmi extra. A worker placement további részeiben egyébként szerezhetünk egy állandó plusz figurát harmadiknak, szerezhetünk egy ideiglenes figurát az adott körre, illetve hogyha egy figurát kvázi beáldozunk, akkor onnantól kezdve mindig kettővel többért vásárolhatunk, plusz egységeket küldhetünk a csatába, átváthatunk fűszert pénzre, szerezhetünk pénzt, szerezhetünk a csatához kockát és vizet, szerezhetünk fűszereket, hogyha nem megyünk el az adott mezőre, akkor ide erre a maradvány szimbólumra majd teszünk plusz fűszert, hogy még uh, több fűszert kapjon a következő körben, aki oda megy. Ez a jelölő egyébként a kezdőjátékost jelöli, ez majd minden kör végén tovább vándorol a következőhöz. És igazából ez a játéknak a fő mechanizmusa, föltesszük a 2-2, vagy ha már valaki megvette 3-3 figuránkat, annak megfelelően, hogy milyen kártyákat húztunk fel, és melyiket választottuk ki. Hogyha feltettük őket, akkor pedig egyből kiértékeljük az adott helyszínt, utána a maradék kártyánkat kiátszuk, és a kék sávról megkapjuk a jutalmakat, majd pedig az aktuális körben egy harci fázis jön. A harci fázist ilyen 1-es, 2 -es és 3-as korszaklapok fogják majd nekünk megmutatni, összekeverjük az összes hármast, ebben négy konfliktus van, aztán összekeverjük a ketteseket, ebből átteszünk, hogyha jól emlékszem, ötöt, de bocsánat, hogyha rosszul mondom, és megkeverjük az egyeseket, abból pedig egyet. Ezt tesszük le ide a térképre, és minden kör elején egyébként megnézzük a legfelső lapot. Ez mutatja meg, hogy a csatát megnyerő játékos, az milyen jutalmat kap itt egy győzelmi pontot, a második helyezett mit kap egy kártyát meg két pénzt, és a harmadik helyezett mit kap két pénzt. Ez a csata a következő egy picit, ami számomra furcsa, vagy nem illik feltétlenül a dűne impérium játékba, vagy a dűne világába, ugyanis nem valódi csata, inkább úgy nevezném, hogy versenyfutás. Mindig, amikor harcos helyszínre mész, vagy pedig letehetsz kockát, akkor a gerizonodból föltehetsz legfeljebb kettő kockát a, a csata helyszínre, illetve a készletből amennyi kockát mutat az adott helyszín, hozzápakolhatsz. Te döntöd el, hogy azokat bepakolod a csatába, vagy inkább az állomásra, helyőrségedre küldöd. A lényeg, hogy ezek itt szépen szaporodnak középen. És a kör végén ezeket fogjuk ellenőrizni, hogy kinek mennyi kockája van bent. Továbbá, ha megnézitek, vannak lapok, aminek a kék sávján vannak ilyen karcimbólumok, ezek is hozzáadnak erőt. És akkor összehasonlítjuk szépen, hogy a pirosnak most van négy kockája, minden kocka kettőt ír az nyolc, meg volt egy megmaradt piros lapos kártyája, akkor az kilenc pont a kéké most. Hatot fog érni, mert három kockával van bent a zöldé, az négyet, és a narancsé is négyet. Ezután, miután ezt megállapítottuk, mindenki kiátszhat tetszőlegesen kombat intrika kártyákat, amivel plusz kombatokat tesz bele a csatába, ezzel megváltoztatva a sorrendet, és mondjuk most a narancs ki is játsza ezt, hogy följöjjön a második helyre. De akár csináltuk volna azt is, hogy a kék játsza ki, és akkor följött az első helyre. Hogyha már senki nem játszik ki piros kártyát, akkor értékelünk, most a kék kap egy győzelmi pontot, úgyhogy előrelép, a második helyen a piros az kap egy kártyát és két pénzt, és, hogyha döntetlen van, az egy nagyon jó megoldás, hogy a következő helyezésnek az értékét kapják meg. Ez azt jelenti, hogy ha a piros és a kék mind a kettő 10-10 ponton állt volna, akkor egyikük se kapta volna meg az első helyért járó győzelmi pontot, hanem a második helyért járó kártyát plusz a két pénzt kapták volna meg. Nem összesen, hanem mind a két játékos megkapja a pénzt és a kártyát. Így most ebben az esetben a harmadik helyért. Nem jár jutalom sem a narancsnak, sem pedig a zöldnek, hiszen negyedik helyezettnek nincsen jutalma, amit megkaphatnának. Úgyhogy ilyenek a konfliktusok, és utána, amiket ide tettünk kockákat, azokat mindenki visszakapja a saját készletébe, ami maradt a táborhelyen, a gerizonban az, az ott marad, és a következő körben majd használható a következő csatához. Ezért fontos jól eldönteni, hogy mely csatákban akarunk részt venni, és mely csatákat bízzuk rá a többiekre. Az is fontos, hogy ha nem szereplünk a csatában, tehát egy kockánk sincs bent, akkor nem kapunk egyáltalán jutalmat, akkor sem, hogyha jogosultak lennénk valamelyikre. Úgyhogy egy-egy kis kockát azért mindig érdemes beküldeni a csatába. Úgyhogy a játék az igazából versenyfutás a baloldali sávon, hogy kiér előbb legfelülre, meg kiéri a győzelmi pontokat. Versenyfutás a harcmezőn, hogy kiéri el az első helyet, ami általában győzelmi pontot ad. Persze nem feltétlenül csak azt, bár most itt az első háromba pont az volt, de például előrelépést egy-egy sávon, vagy pénzt, meg egy ideiglenes munkást egy körre. Itt már két győzelmi pontot ad a hármas körben a két lap. Úgyhogy ezeket kell megszereznünk, és akkor szépen lépegetünk előre a győzelmi pontossávon, és gyakorlatilag ennyiből áll a Düne Impérium. Egy, nem egy bonyolult játék, azt gondolom, hogy elmagyarázni azért kicsit komplex, hiszen meg kell érteni a lapjainkat, a lapokon látható ikonokat. Van olyan kártya, ami nincs ikon, tehát ezt nem tudom kiátszani, hogy elküldjem rá egy munkásomat, uh, hanem csak majd a végén, hogyha a kezemben maradt, akkor tudom használni, plusz kettes vásárlóerőként, ezért lesz, lenne fontos a tresselés. A tresselésnek egy ilyen X-es szimbóluma van, hogyha egy ilyen lapot kijátszol, akkor eldobhatsz egy lapot a kezedből, vagy a dobó pakliból, tehát hogyha nem tetszik neked ez a convincing argument, akkor szépen kidobod a játékból ezzel a lappal. Ez nagyon jól hangzik, mert azt gondolnád, hogy akkor van lehetőséged befolyásolni a paklidat de valójában, és ez egy óriási hátránya a mechanizmusnak, nagyon kevésszer jön elő egy ilyen lehetőség, ugyanis nincsen olyan alapakció, amivel tudsz stresszelni, csak a selective breedingnél, amihez eleve olyan kártyára van szükséged, amiből összesen kettőt kapsz kezdésnél, ezt a kettőt, a seek és a diplomacy de a seek csak egyszer használható, tehát elhasználod az első egy vagy második körödben attól függően, mikor húztad ki, és onnantól kezdve csak a diplomaszi kártyád van, amivel egyáltalán ide tudsz jönni a sávokhoz, amivel a győzelmi pontot meg tudod szerezni. És amivel adott esetben, hogyha ide jössz, akkor tudsz lapot eldobni a kezedből, ki tudsz stresselni. Megszámoltam tegnap, de nem biztos, hogy teljesen pontos a számolás. Hét lapot találtam a 65-66 lapos pakliban, amin van tresselési lehetőség. Lehet ez kicsit több, de tíznél akkor se több, tehát minden hatodik, hetedik kártyán lesz majd ilyen szimbólum, és ahhoz, hogy azt megszerezd, ki kell tudnod fizetni. Reménykedned kell abban, hogy ott marad előtted, és nem veszi meg előled más, aztán ki kell húznod jó helyzetben a kártyát, és aztán tudnod kell használni is, mert nem biztos, hogy ezt a lapot most ki akarod játszani, nem biztos, hogy előre akarsz lépni a Spacing Guilden, és nem biztos, hogy éppen akarsz menni sivatagi területekre, akkor pedig nem tudod kijátszani. Tehát, hogy nagyon sok feltétel van, aminek teljesülnie kell ahhoz, hogy a játék során több kártyát is ki tudj tresselni. Szerintem egy-kettő lapnál többet nagyon ritka az a játék, vagy nagyon nagy szerencse kell hozzá, hogy tudjunk tresselni, már pedig a kezdő kártyáink többsége az az, az nagyon gyengécske, tehát nagyon nem fogunk neki örülni, amikor kezdő kezdőkártyát húzunk ki. A másik probléma az, az, hogy a legtöbb győzelmi pont az ezen az influenz sávon szerezhető, ugye akár 8 is összejöhet valakinek, de 4 mindenkinek összejöhet, az nem ö, többségi dolog. Viszont nagyon kevés kártyán van olyan lehetőség, amivel tudunk menni bárhová. Most itt éppen egyébként ilyen szempontból szerencsés kiosztás van, de most kiosztok még ötöt, mondjuk itt is most épp kettő kijött. Viszont ezek is megadott helyszínhez jók, tehát nem tudok bármelyik céghez menni, és egyébként ez kicsit zavar is a univerzumon belül is, hiszen kicsit furcsa, hogy egyszerre a császári ö, egységekkel vagy vagy politikai erővel is intrikázok, meg egyszerre a Spacing Gilder, meg egyszerre a boszorkányokkal, meg egyszerre a Fremenekkel, tehát hogy, hogy ez valahogy nekem úgy jobban tetszene, hogyha az egyikkel már szóba álltam, akkor a másik nem fog velem szóba állni, vagy hogyha az egyikkel szóba álltam, akkor ők olyan hatást biztosítanak nekem, ami különleges, ami egyedi, ami ténylegesen csak a fremenekhez tartozik. Mert itt az egyetlen hatás az az, hogy vagy vizet szerzek náluk, vagy két kockát. És nyilván ez, ez valamennyire illeszkedik a fremenekhez, a víz, és egyébként a vízrendszer szerintem nagyon jó a játékban, mert pont nem nagyon-nagyon lényeges, de azért mégis fontos elem, és kellően nehéz hozzájutni, de azért nem is lehetetlen. De sok más elemmel nem érzek így feltétlenül, és ez, ez némi hiányérzetet okoz nekem. Tehát, hogy három dolog van, amivel ugye lehet győzelmi pontot szerezni. Az első az az, hogy lépegetsz az influenzsávokon, amihez egy alapkártyát kapsz, utána pedig abból kell gazdálkodj, amit éppen tudsz vásárolni, ha egyáltalán van hozzá elég pénzed, van kint olyan kártya, ami kell, a többiek nem vették meg, és így tovább. A másik az az, hogy veszel kukacot, amihez hát kilenc uh, pénzt össze kell hozni, ami nagyon nem egyszerű, nagyon össze kell jönni ahhoz, hogy, hogy ez sikerüljön, kettő-három talán összejöhet egy játék során, de akkor nagyon arra kell koncentrálni. A harmadik pedig a harcrendszer, ami majdnem, hogy azt mondom, hogy szinte teljesen kiszámíthatatlan, hogy kinek hogy fog alakulni, mert az intrikakártyák annyira beleszólnak, volt olyan kártya, ami akár hét jutalmat is, vagy 7 plusz haderőt biztosított. Ami gyakorlatilag három és fél kocka itt is van, tehát kettő fűszert beadsz, és akkor hét haderőt kapsz. És ez teljesen random, hogy kihez melyik jut. Persze jók a, tehát az intrika kártyák egyébként jók, meg változatossá teszik a játékot, csak kevésbé számolható a csata. Tehát lehet, hogy valaki oda ment két kockával, más ott van hét kockával, és aki oda ment kettővel, az tudja, hogy hát így is úgy is nyerni fogja, mert van a kezében három olyan lap, amivel mindenkit lealázza a pályáról, és megnyeri a versenyfutást. Nekem ebből hiányzik egy kicsit több intrika. Tehát a játékban igazából ez a két elem van, ami intrikusságot ad. Az egyik, az a worker placementből fakad, az az Lefoglaljuk egymás elől a mezőket, a másik pedig abból fakad, hogy amikor a, megvannak a csaták, akkor milyen kártyákat játszunk ki a, a csatához. És nagyjából ennyi. És akkor itt jutunk el a tényleg szubjektív dologhoz. Ez a játék szerintem remekül működik, egy jó eurogém, ahol valamit szerzünk, hogy azt beadjuk, hogy azzal szerezzünk valami mást mindezt úgy tudjuk elérni, hogy a munkásunkat adott mezőkre küldjük, hogyha van hozzá megfelelő kártyánk, majd pedig a megmaradt kártyáinkkal új kártyákat vásárolunk, és reménykedünk, hogy minél hamarabb kijön az adott kártya, bár általában azért venni fogunk egy-két lapot minden kör végén, és azért eléggé dúsulni fog a paklink ahhoz, hogy már tervezhetetlen legyen az, hogy mikor melyik kártya jön, és majd mit tudunk csinálni. Tehát nagyon átviszi taktikai mélységbe a Düne Imperium ezt a játékot, és ez a mechanika a Düne Imperiumot. És maga a világ az a kártyák grafikáin kívül nem igazán jelenik meg jól. Szerintem a tábla nem szép. A hely Nyilván ez most a tabletop szimulátor miatt ilyen homályos, nem eztből kell kiindulni, viszont oké, ezek a kis képek még akár meg is idézik a klasszikus doszos dűne játékokat egy kicsit, de itt már kép sincs, csak egy-egy ikon. Ezek a képek egyébként szerintem nagyon szépek. Ezek adják a fő hangulati elemét a játéknak, ahogy a, a klánoknak, vagy hát házaknak a vezetői is szépen meglettek rajzolva, bár az szintén furi, hogy, hogy miért ez a négy ház, és maguk a képességek szerintem nem elég egyediek. A paklik nem egyedik, bármelyik céghel diskurálhatsz, bárkivel szövetkezhetsz. A játékosokon, tehát a játékon belül a játékosok nem tudnak egymással szövetkezni. Ez az, ami a klasszikus játéknak az alapjait adja, hogy ott beszélgetünk és intrikázunk ténylegesen, és ebben nincs ilyen jellegű szövetkezés egymással. Tehát a játékosok egymás mellett játszanak, versenyfutásokat csinálnak, de nincs közvetlen csata, nincs közvetlen párbeszéd. A játék miután megérti mindenki, csöndben zajlik. Mindenki nézi, hogy miket tudnak kihozni azokból a limitált lehetőségekből, amiket a kártyái nyújtanak neki. Hiszen lesz olyan lap, mint nem lesz ikon, meg lesz olyan, hogy nincs olyan kártyai, amivel eleve ide tud jönni. Tehát a maradék két figuráját valahogy ügyesen le kell tennie ezekre a mezőkre, de a CH-trabűről nem mehet, hogyha a fremeneknél nincs két influenze, -e, nem tud idejönni, hogyha nincsen vize, tehát már eleven négy hely kizáródott, és közben a többiek foglalják el előlünk a mezőket, lehet, hogy már swordmasterünk megvan, és igazából a játék végére, tehát az utolsó körökre nem kiszélesedik a lehetőségünk, hanem sokkal jobban beszűkül, mert már mindenkinek van három figurája, mindenkinek fel van dúsulva a paklia nagyon erősen, és nem azt csináljuk, amit szeretnénk, hanem azt, amit éppen az adott helyzet mutat, hogy csinálhatunk. Ilyen szempontból pedig, bár kicsit túlzás, de egy picit azért determinisztikusnak érzem a, a játékot az utolsó körökre. Persze attól is függjen, hogy ki hogyan játszott korábban, és a lemaradót nem segíti a játék, tehát hogyha valakinek nincs elég pontja, a nem már van 6-7-8, de neked csak 5, akkor már tudod 3-4 körrel a vége előtt, hogy te itt nem nyerhetsz, vagy legalábbis iszonyatosan nehéz, mert mindenhol előnyben kellene lenned, tökéletes lapokat kellene felhúznod, hogy, hogy működhessen, és, és ilyen szempontból is hátrány szerintem a játékidő, ami két órára van satszolva a végigén, de én azt gondolom, hogy ez a játék Három fővel talán még jó, de négyjel a legideálisabb, hiszen mégiscsak versenyfutás az ő, ha minél többen vagyunk, viszont akkor már szerintem három órával azért kell számolni. Egyébként TableTop szimulátorban nekünk négy óra volt a teljes játék, miután már mindenki ismerte a szabályokat, de nyilván itt a, a vizuális megjelenés, nem, nem a fizikai komponensek használata, tehát a TableTop szimulátor az mindig egy picit rátesz időben a játékidőre, azt mindig hozzá kell számítani. Úgyhogy összességében, hát én arra satszolok, hogy nem fogjuk megvenni ezt a játékot, maradunk a klasszikus dűnénél, bár annak is vannak balansz problémái, de mégis az sokkal jobban hozza az univerzumot, sokkal jobban hozza azt, amiről a dűne valójában szól, egy trónokharcás, mindenki mindenki ellen hátbaszúrós, tervezgetős világról van szó, nem pedig egy, egy ilyen eurogame ahol ide megyek, hogy kapjak erőforrást, <kül> Aztán oda megyek, <coughs> bocsánat, hogy ott beadjam ez erőforrást, és mindezt csak akkor tudom megcsinálni, hogyha van hozzáadott kártyám. Ha nincs, akkor lehet, hogy van egy csomó erőforrásom, de nem megyek velük semmire. És ez nekem furcsa. A játék összességében a BGG 10-es osztályzatából számomra egy hetest egyébként így is megér. A nagyon nagy hájpolást azt kevésbé értem, óriási nagy... Uh, pozitív pontszámok vannak, nézzétek meg. Jelen esetben, bár még nincs a top 1000-ben a játék, de hamarosan szerintem benne lesz, hogyha ez így folytatódik, 8.5-ös átlagon van a bgg ami igen kimagasló érték, és hát nézegettem én itt a pontokat, én hetest tudnék ráadni, mert maga a játékrendszer, mint mechanizmus működik. Rendben van. Teljesen izgalmas végig gondolni, hogy melyik kártyámat akarom kiátszani, és aztán melyik kártyámat akarom a kezemben hagyni, hogy azzal majd vásárolni tudjak, vagy plusz haderőt adjak a csatához hozzá. Tehát mint versenyjáték, mint jurajáték, nagyjából rendben van. Talán egy picit több tresselési lehetőséget el tudnék benne képzelni. Viszont mint dűnejáték, úgy nem tetszik, sőt, szerintem elvesz az univerzumból, mert hogyha valaki nem ismeri a dűnét, akkor azt hiszi, hogy bárki csak úgy szabadon, lepaktálhat egyszerre a fremenekkel, meg a benegeszerittel, meg a spacing el az, ember, az emperorral, és igazából csinálhat bármit bárkivel, pedig ez a világ abszolút nem erről szól, és mivel szerintem emiatt elvesz egy kicsit az univerzumból, hiába a gyönyörű kártyagrafika, ezért a bgg én egy hatost adtam ennek a játéknak. Ez az én egyéni saját Véleményem, abszolút szubjektív ez a pontozás, szerettem volna nektek megmutatni a játékot, ha majd ezen gondolkoztok, akkor tudjátok, hogy nagyjából mire számítsatok, és milyen játékélményt ígér. Játékélményben egyébként tényleg nagyon nagyszerű, tehát hogy hogy benne van ez a kombinációhozás, hogy most ilyen kártyáim vannak, és oda tudok menni, de melyikhez menjek előbb, mert a másik játékos majd lehet, hogy ott beelőz, mert neki fontosabb lesz, és akkor kiszorulok, de tehát, hogy, hogy megvan benne ez a fajta fifika, ami miatt nagyon is meg tudom érteni azokat, akiknek tetszik. Én csak azt mondom, hogy Dűne Impérium játékhoz képest nem olyan játékot kaptam, amire én számítottam, vagy vágytam volna, hogy hű, itt egy új dűnejáték. Reméljük, hogy a film az minél hamarabb megjelenik majd, és nagyszerű lesz, és remélem, hogy nem vettem el senkinek a kedvét a játéktól, sőt, leginkább meghoztam. Hogyha tetszett ez a bemutatóm, akkor dobj egy lájkot, és akkor legközelebb is lesz ilyen tabletop szimulátoros játék, bemutató, játék ismertető videóm. Köszönöm a figyelmeteket, legyen szép délutánatok vagy napotok. Én Csibu voltam, jó játékot, sziasztok!